A Bonyhádi Széchenyi Általános Iskola udvarán még habparti is várta az alsó osztályos gyerekeket gyereknap alkalmából. Az időjárás kegyes volt, így a tűzoltóság közreműködésével a vizes mulatság is megvalósult. Akinek viszont nem volt kedve ehhez, az az udvaron felállított ugrálóvárban is eltölthette az idejét, de kézműves foglalkozások és koncertek is vártak a gyerekekre. Gyereknapon ma nincs tanítás, és tetszett minden. Gyurmáztunk, meg táncoltunk, meg a negyedikesek énekeltek, és mi meg táncoltunk, az elsősök meg. Az volt a legjobb, hogy nem volt tanítás, és az volt a legjobb, hogy volt ugrálóvár, meg minden volt. Az alsósok itt az iskolában, illetve az udvaron vesznek részt programokon, a felsősök pedig külső helyszínen a lánglovagok és katonai hagyományőrzők találkozóján vesz részt eseményeken. Úgy gondoljuk, hogy minden gyerek megtalálhatja a magának való szórakozási lehetőséget. Kicsik egy gyerekkoncerttel kezdtek, a negyedik osztályosokból alakult egy kórus, és Ömbül Péter tanár úr vezetésével. Igazából ilyen retros lágereket énekeltek el, ami hatalmas hangulatú bulivá alakult át. Ezt követően pedig ilyen csillámtetoválás, akkor ezen kívül ugrálóvár volt. Itt járt nálunk az egészségfejlesztési iroda, akik egy ilyen ismeretterjesztő játékkal szórakoztatták a gyerekeket, és bővítették a tudásukat. Habparti volt a délelőtt folyamán, zárásként pedig Pannabál koncertre kerül sor, ami egy ilyen interaktív, játékos, táncos esemény lesz. A felsősöknek is izgalmas programokkal készültek a tanárok. Falmászás is van például, Fricsi Robertnek a vezetésével, akkor azon kívül a katonai járműveket tudják kipróbálni, és különböző küzdőjátékokon vehetnek részt. A gyerekek örömmel és szívesen vettek részt a gyereknapi programokon, legfőképp azért is, mert ahogy a riport elején is elhangzott, ezen a napon a tanítás elmaradt.